Az iskolák megnevezése, a szakképzés hossza és az oktatók jogállása is változik jövő év szeptemberétől. Ezekről már sokszor hallottunk az elmúlt hónapokban, kedden az országgyűlés is elfogadta a módosításokat. A cél, hogy a diákok valamilyen végzettséggel fejezzék be a középiskolát. A témában vendégem itt a 35 perc stúdiójában a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója Gurmáné Pap Mária. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó néhány dologról kell beszélnünk, itt csak párat soroltunk fel, és egy nagyon szép kis összeállítást, egy kiadványt is tartok itt a kezemben. Mi minden fért bele ebbe a kiadványba, és kikhez jut ez el? Hát azzal kezdeném, hogy valóban tegnap elfogadta az országgyűlés a szakképzési törvényt, amelyik január 1-től lép életben, de ugye az elmúlt időszakban már tudtuk, láttuk a tervezetet, illetve tudtuk azt, hogy a következő év szeptemberétől új iskolatípusok jelennek meg. Éppen ezért a Nyíregyházi Szakképzési Centrum nagyon fontos feladatának tartotta, hogy ebben az időszakban, ami különösen érzékeny a beiskolázást tekintve, a 8. osztályosok, szülők és a gyerekek tekintetében, próbáljuk meg korrekten tájékoztatni az érintetteket, úgyhogy nagyon sok rendezvényünk volt, és tervezünk is rendezvényeket, amelynek keretében általános iskolai igazgatókat, pályaválasztási felelősöket, szülőértekezletet tartottunk, és hát természetesen minden általános iskolába elmegyünk, ahova hívnak bennünket, és megpróbáljuk összegezni, hogy mi minden is történik, és milyen változásoknak lesznek ők a részesei. Ez a kis füzet az Innovatív Képzés Támogató Központ jóvoltából jelent meg, ugyanis még a szakképzési törvény módosítása előtt az országos képzési jegyzék is módosult szeptember végén, amelyben itt régen 760-valahány szakma volt, és most a módosítást követően már csak 174 alapszakma van. Ez annak köszönhető, hogy azok a ágazati készségtanácsok, amelyekben zömében nagyvállalatok, különböző cégek voltak, egy-egy ágazatnál megfogalmazták azt, hogy melyek azok az alapszakmák, amelyre a gazdaságnak szüksége van, és ennek következtében a majdani technikumokban és szakképzőiskolákban ezeket a szakmákat fogjuk oktatni, nagyon széles szakmai alapozás révén. Szeptembertől a mi szakképzési centrumunkban is már nem szakgimnázium és szakközépiskola lesz, hanem technikum és szakképzőiskola. A technikum az 5 éves képzés, a szakképzőiskola pedig 3 éves. A technikum általában a középvezetők és a felsőoktatásban történő továbbtanulásra fogják felkészíteni a tanulókat, a szakképzőiskolában, vagy szakképzőiskolában pedig a szakma mestereit képezzük, és ezekben az alapszakmákban. Ez a füzet segít abban, hogy leírja ágazatonként, hogy mit értünk ezen az alapszakmán, és gyakorlatilag mivel foglalkozik ez a szakember, aki majd itt oklevelet, illetve bizonyítványt szerez. Én úgy gondolom, hogy akik már felnőttek vagyunk, senkinek nem újszerű kifejezés sem a szakképzőiskola, sem a technikum. Hiszen ha a mai szakközépiskolák jó részében sétálunk egyet, és a régi tablókat látjuk, akkor a legtöbben látjuk, hogy valamikor ezek technikumok voltak. Igen, a különbség csupán annyi, hogy megváltozott a szakemberekkel szembeni elvárás, és erre építve, erre koncentrálva alakult ki ez a képzési típus. Gyakorlatilag a technikumban és a szakképzőiskolában is szakmai alapozás történik, széles szakmai alapozás. A technikumnál 9-10-ben történik. Itt a közismereti tartalom gyakorlatilag ugyanaz lesz, mint a gimnáziumokban és a szakképzőiskolákban is, tehát jó átjárhatóságot biztosít. Egyik probléma eddig az volt, hogy nem volt átjárhatóság, ha a gyerek meggondolta magát, vagy szakmailag nem volt alkalmas, vagy orvosi szempontból nem volt alkalmas, akkor nem tudott egyszerűen átmenni. Most a technikum
előnyt jelent számára olyan szempontból, hogy érettségit szerez és technikus oklevelet. A technikumban érettségére történő felkészítésnél ugyanazt a tananyagtartalmat tanulja, mint amit gimnáziumban. 12-ben dönthet majd úgy, hogy előrehozott érettségit tesz magyarból, matematikából, történelemből. Tovább tanulja az idegen nyelvet, hogy egy nagyon jó szakmai idegen nyelvi kompetenciát szerezzen, majd azt követően, ha a technikus vizsgáját is letette, akkor ez a technikus oklevél kiváltja az 5. érettségi tantárgyat, és azt jelenti, hogy egyszerre fog kapni egy technikus oklevelet, ami emelt szintű érettségit is jelent, és kap egy érettségi bizonyítványt. Ezzel ő el tud helyezkedni nagyon jó középvezetőként, és ugye olyan kimutatások vannak, amelyek azt mutatják, hogy különösen az autóiparban és a vegyiparban nagy szükség van középvezetőkre, tehát úgy gondolom, hogy Nyíregyháza, mint vegyipari központ, és itt a térség nagyon sok vegyipari cégben egy ilyen példa lehet erre, de ugyanígy az autóipar is, és a felsőoktatásba is egyenes út vezethet, mert reméljük, hogy olyan nyelvi képzés lesz majd, amely nem kerül hátrányba, amely révén nem kerül hátrányba a gimnázistákkal szemben, és van két bizonyítvány is oklevél van a kezében egyszerre. A szakképzőiskolákban az a cél, hogy valóban a szakma mestereit képezzük. Ezeknél a képzéseknél ugye az a lényeg, hogy a duális képzés keretében, tehát 9-et követően, és hát mindkét iskola típusnál ágazati alapvizsgát tesz 9-ben, illetve technikumban 10-ben. Ez külső állami vizsga, egy 3 fős vizsgabizottság előtt teszi, és azt követően megy ki a duális képzőközpontokba, hiszen itt az lenne a másik nagyon fontos dolog, hogy valóban a vállalatoknál, KKV-knál legyen a gyakorlati képzés, és valóban jó szakemberek kezében, tehát valós körülmények között szerezze meg azt a szakmát, amelyet ő választ. Nagyon fontos az is, hogy 9-ben és 10-ben még lehetősége van megerősíteni azt a választott szakmát, amit most megjelöl a jelentkezési labban, vagy pedig azt mondja, hogy változtat, tehát neki nem igazán tetszik ez, akkor átmehet akár másik iskolatípusba, gimnáziumba, technikumból szakképzőiskolába, vagy pedig azt mondja, hogy én közben megszerettem egy másik szakmát, és azt szeretném tanulni. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum hoz hány intézmény tartozik? Nyíregyházi Szakképzési Centrumhoz 10 intézmény tartozik, 8 nagy tradicionális, egy Tiszalöki és egy Tiszavasvári, és hát a 10 iskolából 9 egészen biztos, hogy technikum lesz. A Bencs az, aki szakképzőiskolaként, az összes többi technikum, és hát vannak olyan iskoláink, ilyen például a Széchenyi, aki közgazdasági technikumként nyilván csak technikus képzés van, vagy ilyen az Évisként ismert Vásárhelyi, ahol környezetvédelem, vízügy, de említhetném az AIT, ami egészségügyi technikum. Remélem, hogy hasonlóan jó színvonalon folytatja majd a munkáját, illetve hát még jobban, mint ahogy eddig tette ezt. Ehhez viszont kellenek a duális partnerek, tehát kellenek azok a cégek és KKV-k, akik segítenek nekünk a szakmai elmélet és a szakmai gyakorlati oktatásban. Akkor mondhatnám, hogy a hajrá még az odébb van, de hát azért így 2019 novemberében sem mondhatjuk azt, hogy a nagyon-nagyon-nagyon sok idő lenne, hiába 2020 szeptemberi az indítása ennek az új felfogású oktatási rendszernek. Mennyire vannak készen az intézmények? Ez az utolsó kérdés. Én úgy gondolom, hogy készen állunk a változásokra, és nagyon sokat dolgozunk. Nyilván most a szakképzési törvényt kell értelmeznünk, ezt követően lesz egy végrehajtási rendelet, amely úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent pontosít. Mi most a legfontosabb feladatnak azt tartjuk, hogy szakmailag legyünk felkészülve a szeptemberi indításra. Úgy gondolom, hogy akár humán erőforrás, akár infrastruktúrát tekintve jó úton állunk. Azt gondolom, hogy nagyon jó kapcsolatokat ápítulunk a gazdaság szereplőivel. Tehát ez a duális képzés megint színvonalasan biztosítja majd a gyakorlati képzést, és hát az összes többivel még nagyon-nagyon sok feladatunk van, sokat dolgozunk, és úgy gondolom, hogy a végrehajtási rendelet még nagyon sok feladatot fog adni számunkra. Kedves nézők tájékoztatásában pedig állunk rendelkezésre. Köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.